A székesfehérvári aranycsapat alapítvány elnökének, Kő Lajosnak köszönhetően június 22-én a budapesti Rádai Házban jelentették be, hogy magyar örökségdíjat kapott az 1952-es Helsinki olimpiai magyar csapat által elért teljesítmény. A díjat kedden délután ünnepelték meg az olimpiai emlékmű mellett. A jelenlévők Melokó Miklós alkotásánál fejezték ki tiszteletüket az 1952-es ötkarikás játékok sportolói előtt. Az eseményre meghívták Vörös Zsuzsanna olimpikont is. Elkezdődött ismét egy olimpia, párizsi olimpia, és arra gondoltunk, hogy Székesfehérvár, kérem, csodálatos, hát olimpiai bajnoknője, legyen az az emberke, az a hölgy, aki kérem, hát ezt kicsit alátámasza, és akkor egy kicsit mi pedig megünnepeljük őt. Ebből az alkalomból. Olimpiai bajnokot ünneplünk, hála magasságos Úristen. Örvende Székesfehérvár. Olimpiai bajnokot, világbajnokot, Európa bajnokot, ifjúsági Európa volt. Hát csodálatos, nem? Vörös Zsuzsanna megtiszteltetésnek érzi, hogy az olimpiai emlékműnél ő is leróhatta tiszteletét. Egy tisztelgés ez a koszorúzás az olimpiai, világ és Európa bajnokok előtt, és mindenképpen megtiszteltetés, hogy ezt a koszorút én is elhelyezhetem. Az 1952-es Helsinki olimpián 16 arany, 10 ezüst és 16 bronzérmet szereztek a sportolók, így méltó helyre került a magyar örökségdíj.